A Mars lakók mégis léteznek. Egy letűnt idegen civilizáció nyomai a vörös bolygón. A COVID-19 összeesküvés. Mégis laborszökevény a koronavírus. A paradicsomba vezető híd. Ashirat, a lelkek útja. A mindent látó szem mágikus ereje. Isten és ember kapcsolata. József, Jézus apja, akiről alig esik említés. Az eltérítés jelei. Lehet, hogy ön is áldozat volt? A mindszenti akta. Az első magyar mandzsúriai jelölt. Mindenről és még sok más érdekes, izgalmas dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin februári számában, kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit, Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok. Ugrás a múltba, de ez most nem időutazás, hanem a múltkori adásra. A szürke 50 árnyalata, első rész volt, és a paraván elmélet. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a második rész is nagyon-nagyon fel fogja csigázni a nézők érdeklődését. Hát ennek tulajdonképpen milyen alcímet adunk? Hát ennek az, hogy a Meaning of the Life, az élet értelme. Mert ugye ebben majd találkozunk egy olyan földön kívüliével, akit egyébként 1961-ben hallgattak ki az 51-es körzetben, aha, aki végre nem csak banális dolgokat fog mondani a földön kívüli üzenetéről, tehát hogy ne háborúzz, szerelmeskedj, azt nem szokták mondani, tehát hogy ne háborúzzál, éljél békében, meg fejlődjetek, meg minden, hanem valami nagyon-nagyon komoly, nagyon elgondolkodható, és majd kérjük is a nézőinket, hogy erre nagyon figyeljenek oda, mert ilyet még így feliratozva lesz olvashatóan, de nagyon-nagyon komoly dolgokat mondja. Igen, de mindenféleképpen azért visszautalva a múltkorira, ott is nagyon-nagyon érdekes dolgok hangzottak el, és akkor ahogy ígértük, tényleg itt most, hát mondhatom azt, hogy az értelem dominál, mint ahogy ott nagyon sokszor elmondtuk, hogy érzelem, elkölt, stb. De itt az élet értelme, ez, amit már megbeszéltünk nagyon sokszor, hát most Platont, vagy az ókori görögöket kezdjük el, mi végre vagyunk itt a Földön, mi az élet értelme, egyáltalán hogyan keletkezett az emberi faj, ezek az örök kérdések, de, és azt hiszem, ezt a múlt adásban én mondtam, hogy most végre nem csak mi beszélünk arról, hogy a szürkék milyenek, meg mit csinálnak, meg honnan jöttek, hanem, ahogy mondtad, egy ilyen interjú részlet, és ha nem felejtem el, majd ezt elmondom még egyszer, olyan lesz ez a beszélgetés, mint egy oknyomozó riport. Így van. Na most egyébként visszautalva egyébként a múltkori adásba, amire nagyon jó volt, mert fantasztikusan jó elmondtad, amikor mondtad, hogy mik azok a lélek, az érzelmek, a szerelemek, tehát azok a földi érzések, amik igazából az emberhez kapcsolódnak. Na most mondok egy kicsikét ilyen furcsának tűnő valamit, de szerintem díjazni fogják a kedves nézőink, és nem akarom a témát elviccelni, de egy embert, ez a szürke 50 árnyalata, mert ez a címe, egy embert, egy emberi lényt el tudunk képzelni abban a szituációban, egy nőt, azokkal az érzelmekkel, azzal a szexualitással, azzal a hozzáállással tökéletesen el tudunk képzelni. Nézd meg akkor most egy kis földön kívüli lényt, képzeld el magad előtt, hogyha neked is nagyon jó a képzelő, most képzeld egy kis szürke lényt, amikor megállna egy hálószobába, egy bőrszerkóba, és egy korbáccsal, és mit tudom én, azt mondja, egy térdre, akármicsoda, és valami fajta. Na most a poénkodáson túl, egyébként ez halálosan komoly, mert tökéletesen reprezentálja azt, hogy valóban itt a Földön az emberek között ezeket a dolgokat el tudjuk képzelni, de azokkal a lényekkel, de nem csak a kis szürkékre vonatkozik, egyébként a magas szürke lényekkel is, ezt igazából nem lehetne elképzelni, bár hozzá kell tennem, vagy nem tudom, elárulhatom a... Árult. Nem haragszol a kedves nézőknek, hát hogy mi már nem tudom, mióta ígértük már egyébként, szerintem a múlt év vége óta, hogy a földön kívüli testvéreinkkel találkozunk, és ezek a magas szürkék, az astarkapitány is mindenki benne lesz. Na most megígérjük, hogy jövő héten már tényleg találkozhatnak a földön kívüli testvéreinknél. Még egyet ígértél. Mi? Ja, igen, a olvasói, vagyis a nézői véleményeket. Igen. Jó,
Megígérjem? Nem ígérem meg, mert akkor úgysem fogom betartani, jó, de igyekszem, jó, rajta rendben leszek. Na, tehát, akkor rátérünk erre a részére is, tehát akkor tényleg a magas szőkékre, ez egy külön érdekes dolog, hogy az ember ösztönösen az ilyen kis szürke lényekkel nem igazán képzelne el szexuális kapcsolatot, bármilyen képességei is lennének, a képességeit most szellemi, mentális képességet tudom jelni, tehát hogy ő meg tudná győzni, egy kis szürke meg tudná győzni azt a nőt, amennyiben rendelkezne, de nem rendelkezik. De nem rendelkezik, igen. Meg tudná győzni arról, hogy ő a szép szürke herceg fehér lovon, és most eljött ez a hölcsöt. Ellenben az eltérítetteknek a másik, az ilyen inkább spirituálisági történetekben, abban ott a magas szürkék szerepelnek, akik egészen emberszerűek, és éppen ezért azok a hölgyek, akik ennek az eltérítésnek a, azt akartam mondani, hogy áldozatai válnak, de ők nem áldozatok egyébként, hanem azok a boldog kiválasztottak, akik ennek a részeseivé váltak, azok önfelett szexualitásról, szerelmeskedésről számolnak be magas szürkékkel. Tehát ott van egy határvonal. És akkor itt megint arra jutunk ki, hogy az ember, mint olyan, tényleg az emberi faj rendelkezik ezekkel a dolgokkal, és az emberi faj tényleg csak egy emberszerű, hozzá nagyon hasonló lényet tudja elképzelni, egy másik ilyen valamivel nem, de az tényleg annyiban különbözik. És akkor itt jön az, amit nagyon jól felvezeti, le is zárom röviden, hogy itt vannak a kis szürkék, és akkor tényleg az élet értelme, hogy legyen egy olyan tényleg ennek az egésznek, hogy a kis szürkék, vegyük azt, hogy ők tényleg egészen mások. Most vessük el a paraván elméletet, jó, most ne azzal hát foglalkozunk, persze, hogy most, hogy honnan jönnek, vegyük azt, hogy valóban, igen, valamilyen formában itt vannak, kiegészítve az én elméletemet, amit ha jól emlékszem, amikor egy héttel ezelőtt elmondtam, hogy tulajdonképpen itt ezek a vizsgálatok azt a célt szolgálják, hogy ezeket a földön kívüli géneket kimutassák. Igen. Vegyük úgy, hogy most továbbra is itt vannak a kis földön kívüliek, itt vannak, és ők is segítséget nyújtanak, és közösen próbálják ezeket a gyökereket kideríteni, és akkor most különböző emberek elmondják a véleményüket róla, majd jön egy, hát eldöntendő, hogy ez most ez számítógépes valami, vagy egy megtörtént valami fajta filmfelvétel, iszonyúan hitelesnek tűnik, és arra kérjük a nézőket, Gabi, szerintem, hogy ne is ezt nézzék belőle, hanem arra koncentráljanak, pontosan. Tökéletes. Ennél jobban be se fejezhettem volna. Nem akartam befejezni, csak rád néztem, igen, és azért fejeztem be, ijedtem be, befejeztem éppen a mondatot. Amikor arról volt szó, hogy a különféle, mert nagyon sokféle faj létezhet ugye az univerzumban, az egyik ismerősöm mondta, hogy hát tényleg itt ez a szerelem, meg minden, és azt mondta, hogy félig viccesen, én azért egy sellővel el tudnám képzelni. Hát úgy kell neki, mondjuk meg, hogy úgy kell neked. Ez az. Na jó. Na bocsánat, csak annyi, hogy gondold végig, ezt sokszor elmondtuk, és ez csak azért fontos, hogy itt lehet valami fajta olyan eltérés, hogy amikor az emberszerű lényekről beszéltünk, azokra a lényekről, igen, akkor az először arról volt szó, hogy ők tulajdonképpen valami hasonló genetikai gyökereik lehetnek, mert hiszen egy hibridizáció csak úgy képzelhető el. Viszont itt vannak a kis szürkék, aki láthatólag egészen másképpen néznek, igen, ki, és akkor ez az adás rávilágít arra, hogy mert hogy látszólag ők teljesen különböznek tőlünk, ők, igen, egészen mások. És akkor ez a műsor rávilágít arra, hogy de lehetséges, hogy nagyon is komoly kapcsolatban állunk van vele. Egyébként most mindjárt következik egy volt CIA tisztviselőnek a beszéde, vele csináltak egy interjút, és hát utána ugye a Roswell az nem először került terítékre, abból is mutatom. De mert pont ide illik. Ide illik, és utána jön két-három részben ez a bizonyos három beszélgetés, három részben a kis szürkével. Na menjünk akkor, CIA. It took us the 13 or 15 miles south to S4 and like different garage door openings. Okay. And in these garage door openings, they had like different saucer crafts. The very first one had the Roswell craft in. It was kind of crashed up. But apparently every alien that was in it died except for a couple. So you see the Roswell craft, and what are some of the others that you see? Well, the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil. We could rock next to it, and you could rock it. The whole thing probably weighed 150
300 pounds. Could they tell what the source of power was of this craft? Yeah, it was a like a reverse gravitational thing of some kind. In fact, one later on, I got the mathematical code for reversing gravity in a 3x5 card. I guess there are different types of grays and so on. How did you see that evidence? Well, at the later on at S4, we viewed the autopsy film, and then the colonel said, what we've got in here is we're interviewing a gray alien. All right, right there. How did you feel at that moment? Well, I thought, boy, we had no idea we were going to see the real thing. All we saw was film. You had to have a little bit of heart racing at that moment. My boss was able to go in and add up like a partial interview with him. So what did this gray alien look like? Could you describe him a little bit? This one looked a little bit oriental. So I'm just wondering, if it looked almost human, what about this didn't look human? No, it didn't look human as far as the skin tone and basically the shape of it and the size. How was its head size compared with a normal human, for example? Brain was kind of a little bit bigger. And some of them, nose was very, very small. And ears were just like holes. Mouth was very small. No, hát akkor menjünk vissza az előzőkre, mert amit ez a volt CIA tisztviselő elmondott, hát ez azért megdöbbentő volt, szóval, hogy kommunikáltak, beszéltek, szürkékkel beszéltek, de hogy ez a fordított gravitáció, hát ezt baromi nehéz elképzelni, azt hiszem. Már ebben két poénos dolog volt, pont az előbb említett a körösszégével, vagy Gyuri barátommal beszélgettünk erről a témáról, és akkor ez már a sokadik ilyen szivárogtató, tehát különböző ügynökök, akikkel sajnos a haláluk előtt, ez többszörösen sajnos, hogy részben csak akkor tudjuk meg, ami még sokkal szörnyűbb, hogy nekik valamilyen halálos betegség hát van, ennek az úrnak már a hangjából is lehetett hallani. Na most, hogy Gyuri mondta, hogy figyelj, a CIA-nak a következő programja az az, hogy amikor látják, hogy egy ilyen idősebb CIA ügynöknek van valamilyen komoly betegség, amit tényleg a jelenlegi tudásunk nem lehet túlélni, akkor azonnal likvidálni kell, mert különben ki fog tálalni, mert minden mindegy alapon ki. De várjál, de ez tényleg így néz ki, tehát ha utána gondolsz, a 2000 környékén volt egy Philip Corso nevezetű valaki, aki a Pentagonban dolgozott, aki azt állította, hogy hozzákerültek a Roswell-i Lezuant Roach-ból azok a csúcs technológiák, amiket ő átadott különböző szervezeteknek, és ezek a szervezetek ezek alapján csinálták meg például a lopakodót, a számítógépeket, az éjjellátókészüléket, a kevlárt, a lézert, tehát aki saját meg elszállította. Ő nem kevesebbet állít, mint hogy ő elment oda, és ott látott különböző, nem csak egyet látott. És állát, hogy négyen túlélték. Így van, és hogy túl, na ez a lényege egyébként, hogy túl is érték. Amit mondtál egyébként, a fordított gravitáció, ez valószínűleg ez csak a feliratnak lehetett egy hiba, ez az antigravitáció lehetett, tehát ezt így értették a fordított gravitációt. Na, hogy ott volt az a bizonyos jármű, ami ne csak egy ilyen makettet kell elképzelni, hanem itt a 6-8-10 méteres járművel van. Amiről szó, oda ment, és megemelte, mert azt mondta, úgy tűnt, mintha nem tudom, milyen könnyű lenne. De ez azért van, mert az antigravitációs hajtóművével lebegett a föld felett. Ezt egyébként rengeteg filmben bemutatták, és amikor volt a függetlenség napja, amikor lemegy az elnök oda, és ott van a jármű, akkor ugyanúgy ott lebeg, pontosabban, amikor megérkeznek a földön, és energiát kap, akkor elkezd egyébként lebegni, tehát működésben az antigravitációs hajtóműve. Ő megint elmondta azt, tehát, hogy ő bizonyítékokat látott arra, hogy valóban itt őrizték ebbe az 51-es körzetbe, a különböző helyeken őrizték ezeket a repülő csészeljakat,
Itt őrizték a Roswellnél lezuhant repülőcsészhajat is, és itt őrizték, illetve itt próbálták aztán kihallgatni, vagy itt foglalkoztak azokkal a földönkívüli lényekkel, akik az UFO katasztrófa során életben maradtak, ahogy a pontosítás kedvéért. Tehát senki ne tévessze össze, ez, ami itt történt, az 1900, ő, amire utal a Roswell dolog, az az 1947-es dolog. Igen. Most majd következik egy bejátásba is, az megint az 1947-es eseményeknek a felemelítése, ahol szintén életben maradt egy élőlény, meg is de mozdult. Utána, így van, de utána a következő időszakban a különböző beszámolók szerint több földön kívüli lényel sikerült kapcsolatba kerülni, és amikor majd rátérünk arra, szerintem zseniális három részes beszámoló, amikor egy földön kívüli lény hihetetlen frappás modell, hogy kicsoda tulajdonképpen, meg, hogy mit tart az emberiségről. Ehhez képest már 14 évvel előrébb, tehát 1961-ben történt, konkrétan az 51-es körzetben, ami egy hatalmas, egy kísérleti telep, ami egyébként a mai napig létezik, akkor, amikor ezek az események történtek, akkor az amerikai kormány természetesen soha nem ismerte el, tehát sem 47-ben nem ismerte el, sem 61-ben nem ismerte el. Napjainkra jutottunk odáig, hogy igen, de csak annyit, hogy létezik. Tehát arról, hogy ott milyen kísérletek folynak, és milyen dolgokat kísérleteznek, arról senki nem esett. Ha emlékszel, akkor erről a S4-es bázis, amiről volt szó, az több műsorunkban szerepelt. Például van egy nagyon ismert szereplője, Bob Lazar, aki egy matematikus, aki ezen dolgozott, és ő ugyanezt állította, hogy ő ezen a bizonyos S4-es bázison dolgozott, ahol földön kívüli technológiákkal kísérleteztek, és itt őrizték azokat az idegen lényeket is, illetve próbáltak vele kommunikálni, akikkel valamilyen formában kapcsolatban kerültek. Igen, hát akkor ne csak beszéljünk, nézzük is. Nem először, és tartok tőle, hogy nem utoljára, Roswell. Hallom, arra gondolt, hogy kitálom. Az nagyon kockázatos lehet. Egy ideje már figyelemmel kísérem minden lépését. Ki maga? Van, aki Townsendnek hív, de nem fontos a neve. Én is azt keresem, amit maga, de azt hiszem, sokkal mélyebbre ástam le. Nem tudom, elhiszek-e mindent, de elmondom, mit találtam. A roncsok közt négy kicsi testre bukkantak, igaz? Igaz. Visszavitték őket a bázisra. A szemmandula alakú. A hallószerveknek semmi nyoma. A bőrszövet enyhén pikkelyes, már-már hüllőszerű. Nyújtható, rugalmas. Az izomzat puhának tűnik. Haráncsíkos izmoknak semmi nyoma. A mellkastájékán sincsenek haráncsíkos izmok. A száj egyszerű bőrredőnek tűnik. A testben csupán valami szintelen folyadék kering, ami nem hasonlítható emberi vérhez. Olyan, mintha nincs emésztőrendszer. A bélrendszer is hiányzik. Végbélnyílás nem látni. Ivarszervek sincsenek, vagy nem felismerhető. Nincsenek fogak. Egy kisebb üreg körülbelül 5 centi mélységű, és... Hé! Ez itt megmozdult! Egy élt még? Igen, életben volt. A hírt egyből továbbították az elnöknek, ő válaszként vizsgálóbizottságot alakított. Milyen szervezethez fogunk tartozni? Semmilyenhez. Minden hatalom a miénk. Jó napot, miniszter! Jó napot! És mi pontosan a mi feladatunk? Kivizsgálni az ügyet. Minden vonatkozásában. Pontosan. És más ilyen ügyeket is, ha fölmerülnek. Célunk a nemzet érdekeinek védelme. Az információkat gondosan őrizni kell. Vegyük a vallásos intézményeket. Mi történne, ha a hír kiszivárogna? Miben hinnénk ezután? Nem is beszélve szociális és politikai intézményeinkről. Vagy a hadseregről.
Különösen a hadseregről. Nem is tudjuk, kikkel állunk szemben. Vajon barátok vagy ellenségek? Talán egyik sem. Talán úgy tanulmányoznak minket, mint mi a rovarokat. A helyzet az, ha a hír elterjed, kitör a pánik. Népünk nyugalma mindennél fontosabb. Nem szabad azt hinnie, hogy többé nem vagyunk urai a saját egünknek. Pedig így van. Na és ha valaki mégis elkocsant valamit? Amíg ellenőrzésünk alatt tartjuk a kikerülő információkat, kivizsgálásuk nem okoz kárt. Sőt, egy kis szándékos félreinformálással keverve még segíthet is. Ha igen, mindenképpen. Csak úgy, mint nem hitelt érdemlő forrásokon át kiengedett hiteles információk. Ez sem rossz eljárás. Toborzunk egy csapat eszelőst. Pontosan. Uraim, kérem nyissák ki irattartóikat. Amint látják, nagyítás alatt az idegen lények bőre leginkább hálószerű, mint a gyíkjainké. Történt már kommunikáció? Mondjuk őtőle felénk? Nem tudjuk, de lehet. Úgy tűnik, kommunikációja valamiféle gondolatátvitel. A körülötte dolgozók legalábbis így látják. Meddig tarthatjuk még meg magunknak? Hát, ezt még nem tudni, de kitaláljuk majd. Miért? Szerintem az emberiségnek joga van tudni egy ilyen fontos felfedezésről. Hát, igen, persze. Azt kell mondanom, hogy sajnos, mert nem először hangzik el, és nagyon sok műsorunkban már elhangzott, az, hogy visszatartják az információkat. Igen, de hát az ennél még sokkal szörnyű, vagy legalább annyira szörnyű, hogy ál és téves információkat adnak ki, azért, hogy a valósról nem úgy eltereljék, hanem még jobban eltereljék a figyelmet, és hát itt feketén-fehéren elhangzott. Ez az úr, aki ott beszélt, akit a miniszter úrnak tituláltak, ez a James Forrestal miniszter volt, ő volt a védelmi miniszter. Igen. Létező személy, és azok az urak, akik ott összegyűltek, és akiről itt nem hangzott el ez a bizonyos elnevezés, akit Eisenhower hozta létre, ez a Majestic 12, hogyha valaki megszámolta, akkor 12-en ültek ott. Megkeresek, a Majesticen megtalálja. A fenséges 12, és őket direkt arra a célra hozták létre, a továbbiakban ezért működött, hogy a különböző ilyen földönkívülekkel kapcsolatokat koordinálják. De nem tévesztem a piszkos 12. Nem. Ez egy piszkos 12 volt, egy eléggé piszkos 12 volt, de ők egyébként, hogy elmondta, az első kérdés az volt, hogy kinek tartozunk beszámolásra, senkinek. Na most ez a félelmetes, hogy ilyen szervezet egyébként tényleg létezik, és több ilyen szervezet van, és a különböző titkos költségek vetésekből, a fekete költségvetésekből, amit senki előtt nem nyilvános, sem a kongresszus előtt, sok esetben az Amerikai Egyesült Államok elnöke előtt sem, ezekből működtetik az ilyen programokat. A másik, ez csak megint csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ott, amikor az a lény, aki igazából egy ilyen érdekesen megformált valami, mert semmi köze nincs se a magas szürkékhez, se a kis szürkékhez. Kis szürkékhez áll tulajdonképpen közelebb, aki ott életben maradt, akinek megfogta a kezét. Na az, amikor itt elkezdett így lüktetni az agya, akkor az telepatikusan tudott kommunikálni, és a kedves nézőink emlékeznek, amikor a Roosevelt-ről csináltunk egy ilyen filmet, akkor benne van, hogy ő például kapcsolatba tudott lépni Forrestal miniszterelnökkel, és tudott vele kommunikálni. Na most, amikor megint csak egy rövid kis utalás a paraván elméletre, hogy azt mondták a paraván elméletben, hogy az is amellett szól, hogy ezek idézőbe tévetett földi eltérítések, hogy azok a lények nagyon-nagyon kevesen számolnak be, ez egyébként nem köztudott, nagyon kevesen számolnak be telepatikus kapcsolatfelvételről, hanem az esetek legnagyobb részében ez rendes beszélgetés, és azt mondja, hogy azok az emberek, akik beszélgetnek velük és felidézik, az eltérítettekről beszélnek, azok arról számolnak be, hogy tökéletes angolsággal beszélt, amiről... Nem akarok beleszólni, csak azért megerősíteni akartalak. És lesz itt is ilyen. Ja igen, tehát hogy tökéletes angolsággal, tehát hogy úgy beszél, úgy mondja, olyan hangsúllyal mondja, amire azt mondja az illető, hogy tényleg, mint hogyha natív, tehát hogy ilyen anyanyelvén beszélne hozzá. Hozzá kell tennem, a mai mesterséges intelligencia korában,
amikor tényleg küszöbön van az, hogy már is, ha Google fordítóba ez kimondható, beírható bármilyen szöveg, hosszabb, rövidebb szöveg azonnal lefordítja, felismerő, hogy milyen nyelve van. Jól. A Kurzweil csinálja náluk, aki a legnagyobb ilyen, ilyen szakértő ennek a mesterséges intelligenciának, ott dolgozik náluk, és programokat dolgoz ki. Ennek megvannak a pozitív és a negatív dolgai, és a negatív az, hogy tökéletesen minden üzenetünket és mindent ki tudnak elemezni. Na most, ha már most itt, mi a Földön itt tartunk, akkor nem hiszem, hogy egy Földön kívüli civilizációnak bármifajta problémát okozna az, hogy egy olyan kommunikatív rendszer dolgozzon ki, amely tökéletesen 1000%-osan natív angolnak tűnik, tehát úgy, mint egy őslakos angolnak tűnő. Én ezt nem hiszem, tehát ez már megint egy olyan probléma, hogy nem tudják elképzelni az embereknek a fantáziája, meg így a gondolkodás egy kicsit korlátozott. Ami egyébként, bocsánat, ide tartozik, ez azért, hogy itt ez bemutatja ez a film, és azért került ide megint be ez a bejátszás, hogy bemutassuk, hogy tényleg volt, tehát ott volt, hogy lezuhant egy csészely, ott volt egy idegen lény, annak az idegen lénynek megkezdődött a kihallgatása, de ennek miután azt mondta, hogy nem voltak szaporító szervei, egészen más lett az anyag cseréje, tehát hogy nem volt végvényülása sem. Hát azt mondja, hogy majdnem olyan most, és nem poénkodnak, mint egy fényjelből lenne, tehát egészen más energia, az egész szervezete valami egészen más módszerrel működött. Szeretném a kis szürkét hallani. Úgyhogy főleg azért, mert hogy vajon mit mondanak a saját származásukról, ami pedig a nyelvtanulás, és ezt illeti, ez hát minden hasonlat sántít, de neked is nyilván nagyon sokuknak van olyan ismerőse, gyerek, nem tudom, 8-10 éves, egyik náci a papa, a másik a mama, és akkor a harmadik ország, ahol lakik, és a 10 éves gyerek tökéletesen anyanyelvi szinten beszél 3 nyelven, és vált ide-oda. Hát akkor azt hiszem, ha ez megvalósulhat az emberi agyban, akkor meg aztán a jövőben mérne. Na jó, tehát mit mondanak magukról a kis szürkék? Első rész. I'm sorry.
Feltenni ugyanazokat a kérdéseket, de minden esetre... Köszönöm, de szívesen válaszolok rá, ha megkérdezem. Nem, de az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen most akkor ez lenne a jövőnk, mert itt körülbelül afelé mentünk, persze félbe maradt, és úgyis lesz a folytatás, és itt voltak ezek a filozófiai gondolatok, amikről már olyan sokszor próbáltam utalni, meg hát elég sötét jövőképet festett ez a kis feketének álcázott szürke. De van benne pozitívum is, mert azt mondta, hogy viszont nem halunk meg. Hát, igen, mindennek lehet örülni. Ez az a klasszikus elmélet, amikor azt mondja, hogy a... Bocsánat, mikori volt ez? 1961-ben a 51-es körzetben történt ez a bizonyos kihallgatás. Ez az az elmélet, ami azt mondja, hogy a kis szürkék gyakorlatilag igazából időutazók, ők a mi... az emberiség jövőjéből érkeztek. Ez az. Tehát nem a klasszikus elmélet, ami azt mondja, ami egyébként a múlt adásban említett Betty és Barney Hill, aki Betty kapott úgymond a földönkívülről egy térképet, és a térkép alapján csillagászok később bezonyították, hogy valószínűleg a Zeta Reticuli rendszerről van szó, ami 34 fényévre található tőlünk. Csak még föl se fedezték. A poén igazából az, hogy mint kiderült ez a rendszer, ez egy kettős csillag, és a kettős csillag körül stabil borgórendszer nem létezhet. Na mindegy, ez egy kicsit ellenmond a Betty Hillnek, de mindegy. De e szerint nem onnan érkeztek, hanem a mi távoli jövőnkből. Igen. Az illető, aki kihallgatja őt, kikérdezi őt, vagy kiderül, hogy ez inkább félig meddig kihallgatás inkább, akkor ő olyan keresztkérdéseket tett fel, hogy megkérdezi, hogy honnan származik, és ő azt mondja, hogy a Földről. De ő azt mondta, hogy fényéve kezét tette meg. Erre azt mondja a kis földönkívüli, hogy igen, emlékezz vissza valamik műsorban, mert az időutazással foglalkoztunk, ott mondtam, hogy maga az időutazás, az térutazás, hiszen abban az esetben, hogyha mi akarni utazunk az időben, akkor nekünk vissza kell menni a Földnek arra a pontjára, amit a téridő kontinuumban betöltött abban a pontban, és minél távolabb megyünk vissza, ez annál régebbi, vagyis annál távolabban attól a helytől, mert miután ugye a Föld is kerül a napkering, a nap is kering a mi tejútrendszerünkbe, tehát elképesztő távolságokat is kell megtenni. Elviekben az időutazás azért igényelne olyan sok energiát. Tehát hogy nem azt jelenti, hogy most itt ülünk, és akkor te szoktad csinálni, nem tudom, hogy csinálni, csetintesz egyet, és legyünk itt, vagy ide tudod a bogit varázsolni. Ez egy kicsi két a valóságban, egy kicsit nehezebb. Na most ez a lény azt mondja el, hogy ő visszajött ide, azért jött ide, mert volt sajnos egy atomháború. Igen. Ezt az atomháborút, ezt a mostani emberiségnek valamelyik utódai vagy jelen... Robbantják ki. De nem tudja megmondani, mikor. Igen, várjál. Ő azt mondja, igazából, hogy ez
régen történt már, nagyon-nagyon sok dolog elpusztult, nincsenek egyértelmű bizonyítékok a múltra nézve, és éppen ezért vissza kellett jönnie valakinek, hogy a saját szemével győződjön meg, hogy hogy nézett ki ez a történelem előtti, az ő nekik egy történelmi korszak, ami egy fordulópont után van. Elmond még egy olyat, ami nagyon fontos, hogy multiverzumban élünk. Tehát amikor megkérdezi, hogy mi az univerzum, akkor azt mondja, hogy Isten azt mondja, hogy dogma, és mi már régeség túlítunk azon, túl tudunk rajta. Ő azt mondja, hogy a multiverzumban élünk, a multiverzum azt jelenti, mert hogy néhány tudós felvetette, hogy a mi világegyetemünk, az általunk ismert világegyetem, borzasztó módon nem hagyom abba, akkor se hiába nézed az órát. Én nem az órát néztem, tehát, a nyereményeket. Tehát, hogy finom hangolt a mi univerzumunk, tehát olyan értékek vannak benne, hogy tökéletesen alkalmas volt arra, hogy kialakuljanak a csillagok, kialakuljanak a bolygók, és kialakuljanak az élet. De ennek iszonyúan kicsi az esélyszáma, hogy ez megtörténjen. Éppen ezért, a dolog úgy néz ki, hogy azt mondja, hogy multiverzumban élünk, amelyben azt jelenti, hogy olyan univerzumok, mint a miénk is, abból több ezer, tízezer, százezer millió lehet, és ezek közül nem. Ezek közül gyakorlatilag elképzelhető, csak egyedül a milyenké volt olyan szerencsés, hogy kialakulhatott az élet, és hát most akkor is végig kell hallgatnod, hogyha... Tehát kíváncsi is voltam rá egyébként. Várjál, mert ezt nem tudom olyan szépen, mert amikor megkérdezte itt az élet értelméről van, szóval azért nekünk az alcíme. És akkor azt mondja ez a lény, hogy valaminek az értelme egy dolog, amit valaminek tulajdonítunk, valaminek a természet pedig maga az objektív valóság. Tehát ő azt mondja, hogy ő nem az élet értelmét találták meg a jövőben, hanem az élet természetét. Az élet természete, azt mondom, hogy az élet természete az maga az objektív valóság. Az értelmét pedig teljesen fölösleges kutatni, mert egyébként az egy abszolút objektív dolog, és mindenki más, maga szubjektív módon éli meg az életnek az értelmét. Így van. Nagyon-nagyon jó dumákat mond el, és mondom, én nagyon örülök, mert ehhez képest az eddigi összes történetben, amit földön kivilágtól bármitől kaptunk, azok gyakorlatilag szinte kizárólag spirituális üzenetek vannak, és itt végre valaki, nagyon jól mondtad, olyan filozófiai kérdéseket vet föl, amit egyébként mi már az ókorban is foglalkoztunk vele, de persze, hogy fölvette ezeket a kérdéseket, hiszen azóta ő az, ő mi leszármazottunk. Igen. Hát a távoli nem mondja meg, hogy mikor, hogy 500 év múlva, 1000 év múlva, 2000 év múlva, ő abból a távoli jövőben visszatért ide, hogy az atomháború előtti időszakban megvizsgálja a Földet, mert ő rajta látszik egyébként az összesen különbség, náluk már nincsenek meg azok az érzelmek, nincsenek meg azok a szaporítószervek, egészen más a kinézete, minden olyan dolog egészen más. Se érzelem, igen, semmi. És ő most szereti meglátni, hogy milyenek voltak az ősei, így vagyis van. Mi. Pontosan, egyébként teljesen jó, mert akkor most majdnem azt mondtam, hogy vissza a jövőbe, de inkább azt mondom, hogy most akkor vissza a jövőből érkezett lénnyel folytatott beszélgetésre, második rész. You're so smart, boy.
Ezért mondtam az előbb egyszer-kétszer, hogy olyan, mint egy oknyomozó riport, mert ha te kihallgatásnak is nevezted, hogy mindig-mindig visszatér a kérdező, illetve a beszélgető partner ugyanoda, és nagyon-nagyon-nagyon várja a választ, például az univerzum keletkezését illetően, de valahogy ez nem jön, de hát odáig eljutottunk, ugye, hogy akkor a homo sapiens utódjaként tartja magát számon a fekete szürke, de szürke csak sötétben, van, persze, de hát nem tudom most erre hirtelen mit mondjak, mert nem lehet megígérni azt, hogy most minden válasz arra fog érkezni, amire tulajdonképpen a kérdés vonatkozik. De mint a buldog, azért ott vagyunk, kérdezzük, és most nem mondom azt, hogy megkerüli a választ a kis szürke, hanem olyan meglepő választ ad angolul, amiről beszéltünk, ami elgondolkodtató. Szóval nem mondom azt, mint ami riporterség alatt előfordul, hogy kerekperec megkérdezed valakitől, hogy hány óra, és akkor megkerül, mert nem akarja megmondani. Itt viszont olyat mond helyette, ami még emel a tényeken. Hát, szerintem. Igen, a sötétben minden szürke sötétnek látszik. Igen, minden és minden macska fekete. Igen, így van. Egy valamire, amikor mondtad, hogy én azt mondom, hogy ez kihallgatás, akkor lehet, hogy egy apró momentum elkerült a figyelmedet. Ez a földön kívül ki van kötözve. Nem akarnám most szétrakni a kezvet, mert akkor kirogna a képernyőről. Fönt van a keze, és ki van kötözve. Hát attól még egy börtön, egy rabbal is lehet kikötözöttel interjút készíteni. Hát nem feltétlenül szokás egyébként, nem tudom, hogy a... Igen, de nem ezt igazán, jól gondolod, mert elkerült tényleg a nem igazán etikus is. Megoldás, igen. Nem látszik egyébként csak az, hogy fönt van a keze. Igen. Elég durva kifejezés hangzik el, mert az illető azt mondja neki, hogy amennyiben nem fogsz nyilatkozni, akkor szkopolamin nevezetű gyógyszert, ez egy vallató, tehát ez most, amit most valóban használnak, egy úgynevezett vallató. Valami, amit olyan, elkezd beszélni. Ez olyan, mint a régen hazugságvizsgálógép? Nem, ez egy szer, amit beleinekcióznak, és egyébként akkor elveszti így a tudatát, önkontrollját, és akkor el tudja mesélni. Őszintén. A kémeknél, meg ilyesmi lenne használják ennél. És akkor utána ő elkezd erre beszélni. Tehát az előző bejátszásban szereplő része ellentétben, itt, amikor kihallgatják, ebben és a következőben is meg kell figyelni, hogy ki van kötözve. Tehát itt már kiszolgáltatott helyzetben van, és úgy kell neki nyilatkoznia. Ami fontos. Ahhoz képest elég bátran nyilatkozik. Igen, ami hát kénytelen, mert nem akarja megkapni ezt a bizonyos szkopolamint, meg hát azért eléggé meg lehet fenyegetni egy embert, azért tudjuk egy ilyen kihallgatáson, tehát amit Guantanamo-ban csinálnak, tökéletesen tönkre lehet tenni egy embert. Ami fontos, ami... Nem igen, csak ott. Igen, köszönöm. Amit fontos, elmondja még azt is, nem csak az, hogy multiverzumban élünk, hanem itt a riporter megpróbál rákérdezni arra, hogy hogyan keletkezett az Isten. Ő mindenképpen, vagy a Isten, a Föld, ő mindenképpen bele akarja vonni Istent, és egy teremtéstörténetet szeretne hallani. Ez a kis
Azt akartam mondani, nem földön kívüli lény, a mi kis leszármazottunk, amit is ott tudom, hogy nem földön kívüliről van szó. Ez a kis lény ellentétben azt mondja, hogy az univerzum az örök időké óta volt, és örök időkig lesz is. Egyébként anno Einstein nevezetű viszonylag ismert, és elég népszerű tudósnak, ő saját magának is volt egy ilyen elmélete, egyébként, és 30-as években ilyetető népszerű elmélet volt, amit ki nem találták egyébként, utána 50-es években jött a Big Bang, tehát az ősrobbanás elmélete, addig egyébként egy statikus, örökké létező világegyetemről volt szó. És a másik, amit nagyon jó, hogy mondtad, és céloztál rá arra, hogy hibátlan angol nyelven beszél, ő egyébként, hogyha a kedves nézők figyeltek, akkor ő elmondja ebbe a bizonyos bejátszásba, hogy ő a világ összes nyelvét megtanult, és akkor megint visszatolok arra, egy nálunk nem fejlettebb földön kívüli, hanem hozzánk képest sokkal fejlettebb ember, egy olyan világban, amikor nálunk mondják, hogy 10 év alatt megkétszereződik a tudás, az egyik adásban elmondtuk, hogyha így folytatódik a fejlődés, 100 esztendő alatt, hogy a kettes haladványai van a kettesnek a 1024-szer akkor ezt a tudás, és néhány ezer éves távlatban már olyan felfoghatatlan mértékű tudásra tehetnénk szert, de ezt már emberi aggyal nem lehet feldolgozni. Tehát semmi akadályát nem jelenti annak, hogy ő valóban megtanulhatta a Földnek pontosan, az összes nyelvét. Így van, miért ne? Hát ez most nem akarok hülyeskedni órával, vagy a te nagyon okos óráddal. Lehet, hogy eljutunk odáig, hogy mire megveszed az üzletben, már elavult. Na most tudom, hogy ez túlzás. De nem például jelen pillanatban ott tartunk, hogy van egy ilyen telefonos szolgáltató, aki be akarja vezetni, hogy fölveszed a telefont, fölhívod a nem barátod, ügyfeledet fölhívod Amerikába, aki natív eredeti angol nyelven beszél, jó elmozsolva szavakat, itt lehet, hogy nem értenünk. Tehát elkezdi folytatni, magyarul hangzott, te meg mondod magyarul a legbonyolultabb kifejezéseket, szlengeket. Na, hát ő elmondja erről az egészről, hogy tulajdonképpen, ami nekem nagyon szimpatikus, még egyszer, filozófiai kérdésekről beszél, a világegyetemről, a nyelvtanulásról, a jövőnkről, de sajnos ezeket a dolgokat eléggé kellemetlen körülmények között, nincs köze a szürke 50 árnyalatához, tehát nem azért, kikötve oda, de sajnos egyiket a műsornak a címét ezik lett, hogy ott volt szegény kikötözve. Értem. Na most akkor folytatódik az oknyomozós, illetőleg a kihallgatás, és hát megint hogy jött létre az univerzum, mert ez most már örök kérdés, legalábbis itt a mi műsorunkban is, tessék. Again, how was the universe created so miraculously? There's no meaning in the universe, then what's the point of living?
meaning is all made up. More specious, gorgeous man. The voice of the false belief. The man's mystical blood. It's your thought. So, what is meaning? You said we humans will die as a species. So, tell me, when does a nuclear war start? Rengeteget. Akkor tulajdonképpen megbeszéltünk mi már érzelmet, értelmet, a világ és a földön kívüliek és a szürkék és az értelem és a jövő. Egy szó azért, illetve kettő megütötte itt a fülemet. Véletlenek vagyunk? Véletlenül jöttünk létre? Igen, és na az a félelmetes, hogy ő azt mondja, hogy igen. És ő azt mondja egyébként, az. Hogy a teljesen véletlen, hogy a mi univerzumunk az egyike, nem nyilatkozik arról, hogy van-e másik. Igen. Tehát egyike azoknak a stabil univerzumoknak, amelyekben a feltételrendszer olyan, az összes dolog a gravitációtól és a mindenig van, egyiket 6 számmal lehet kifejezni, mindegyik pontosan olyan finomra hangolt, hogy alkalmas az életre. Elmond még egy nagyon fontos dolgot, itt föl van írva, hogy az univerzumot, és ez nagyon-nagyon nagy csapás, arcú csapása a hitnek, a vallásnak, hogy ő azt mondja, hogy az univerzumot nem érdekli a mi létezésünk. Igen. Ne próbáljuk magunkat univerzális lénynek beállítani, az univerzumnak az ég egy világon abszolút lényegtelen, hogy mi létezünk, vagy sem. Ez főleg abban a szempontból érdekes, hogyha képzeld el, hogyha elmondták, most már ott tartok, hogy 100 milliárd olyan tejútrendszer lett, mint a miénk, és ha minden helyen, csak egy helyen kialakult az élet, 100 ezer millió lakott bolygó lehet, vagy lehetett az univerzumban. Várjál, és itt volt még egy ilyen, hogy azt mondja, hogy mi abban a misztikus, abban a tévhídben élünk, hogy az élet értelme az egy misztikus, nem tudom milyen terv, és nem. Nekünk az az egyetlen feladatunk, hogy minden részletében megismerjük azt az objektív valóságot, és tudomásul vegyük, hogy nem az a valóság fog bennünket alakítani, hanem nekünk kell azt a valóságot alakítani. Így van, ezért mondtam én a korábbiakban nem is egyszer, hogy nagyon komoly filozófiai gondolatok vannak. A következő adásunkban az éteri földön kívüli lényekkel találkozhatunk majd. Ezek az ezoterikus lények, ugye, akik itt... Hát ezek azok az elsősorban ezoterikus és spirituális történetben létező lények, de ebben az adásban is szó volt róla, az eltérítettek jelentős része számolt be arról, hogy a kis szürkék mellett ezek a bizonyos magas szőkék, magas vörösök, meg mindenféle lények is feltűntek, tehát fizikai formában is megjelentek. Így van. Pénteken este 9-kor első adás, premier adás, és még megtalálhatók vagyunk. A következő héten még 4 vagy 5 különböző alkalommal megnézhetik különböző időpontban a 6-os csatornán. A főadás, vagyis a pénteki főadás következő másnapon, szombaton reggel fölkerül a Facebook oldalunkra, a Hihetetlen Magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára műsor, beágyazott Facebook videóként, beágyazott YouTube videóként, és fölkerül az egyre népszerűbbé váló Dailymotion oldalunkra. Természetesen, aki feliratkozott a Hihetetlen TV-nek a YouTube csatornájára, ott is értesítést kap, és ott is megnézheti a műsort. Mind a Hihetetlen Magazin, mind a Hihetetlen TV oldalán, a műsorhoz kapcsolódó szövegek, videók, képek találhatók meg, ajánlataink is megtalálhatók, és ezek két oldalon mondhatják el véleményüket a műsorról, illetve az egyéb ott megjelenő anyagokkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket, akkor tehát a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin. A 6. érzék. Az ember sokkal több, mint a teste. Ha megtanuljuk a magasabb világok érzékelését, parafenomén, Isten emberekké válhatunk. Kilépés a fénybe. Táltos mágia, magasabb világok érzékelése. Jó ómen, rossz ómen. Érzék feletti szerelem. Kapcsolat az égiekkel. Angyalok vagy földön kívüliek. Tervezzünk álmokat, a tudatosan álmodók 10 parancsolata. Kozmikus kapcsolat.
Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.